Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök Vélen TV-t vagy Vivanatura televíziót láthatnak. Nagyon kedves vendégünk a stúdióban, Mörk Leonóra. Szia, Leonóra! Szia! Nagyon régen láttalak már, és nagyon örülök neked, hogy újra egy olyan apropóból találkozunk, hogy megajándékoztál minket egy újabb könyvvel. Igazából a találkozásunk régen volt, de ahhoz egyáltalán nem volt régen, hogy gyakorlatilag hónapok alatt, vagy azt mondtad, hogy egy évente egy új könyvet tudsz írni, és egy nagyon csodálatos regényt írtál megint, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy ezt a művet mi ihlette, ennek is vannak-e esetleg olyan varázslatos, olyan csodába illő körülményei, amikor jeleket kaptál, amikor megérkezett hozzád a történet, vagy egyszer csak késztetést éreztél, hogy itt van bennem a fejemben az egész kész mű, és már csak le kell ülnem megírni, hogy ennek mi a története? Jelek azok mindig vannak, tehát én az utóbbi három regényemet, azt mind a hármat úgy írtam, hogy előtte úgy éreztem, hogy nekem valahova el kell mennem. Tehát hirtelen a semmiből, vagy nem tudom honnan, jött egy olyan érzés, hogy egy bizonyos helyre nekem el kell mennem. És ez a hely ennek a regénynek az esetében, ez Dresda volt, ahol én utoljára egyetemista koromban jártam, előtte pedig először kisgyerekkoromban, tudom, 8-9 éves koromban még a szüleimmel. És elmentem Dresdába, és ott a királyi kincstárban rátaláltam ezekre a picike, ilyen formátlan barokk gyöngyből készült figurákra, akik leformázhatnak állatokat, formázhatnak embereket, törpét, táncos nőt, nagyon sokféle van belőle, 57 darab van most belőle ott a kincstárban, és ahogy ott álltam a múzeumban és néztem őket, akkor úgy éreztem, hogy ezek a kis figurák, ezek egy történetet mesélnek el. Tehát, hogy valamiféle összefüggés van közöttük, ők egy történetnek a szereplői, és én ezt a történetet találtam ki. Nagyon jó egyébként, a gyöngyöknek ugye nagyon nagy jelentősége van, egy szimbólum az emberek életében. Van is egy mondás, hogy az egész életed egy ilyen gyöngysor, és ugye valaki csak az igaz gyöngyöket fűzi föl rá, valaki mindegyiket felfűzi, minden fontosabb eseményt, személyt az életében. Neked hány ilyen igaz gyöngy van az életedben? Gondolkodtál már ezen, hogy milyen a te gyöngysorod, a saját? Még soha, de szeretném, hogyha az én gyöngysorom az igaz gyöngyökből állna. Hogy van neked erre idő? Tehát az Elmagazin vezető szerkesztőjeként azért nagyon-nagyon sok, úgymond az evilági életed egy komoly üzletasszony vagy, tehát azért az egy nem kis felelősség, nem kis időbeosztást igényel, ráadásul ugye ugyanígy írnod kell, tehát ugyanígy a megjelenés, az írás, a történetek, mennyi minden lehet a fejedben, egy a munkád során is mennyi történet, mennyi esemény, mennyi elképzelés, és hogy tudod azt megoldani, hogy ebből egy pillanat alatt így kiszakadsz, vagy hát nem biztos, hogy egy pillanat alatt, de valahogy megoldod, hogy ebből kiszakadsz, és megteremtesz magadnak egy olyan békés, nyugodt időszakot, amikor a könyv így elő tud benned bukkanni, és akkor te ezt meg tudod írni. Hogy oldod ezt meg az életedben? Én ikrek vagyok már, mint hogy a csillagjegyem szerint, és aki ismer engem, meg tudja, hogy általában milyenek az ikrek, az ezt sose hiszi el. Mert ugye az ikrek az, aki mindig a társaság középpontja, mindig azt akarja, hogy történjen valami, folyton nyüzsök, folyton megy, stb. Hát ez abszolút nem én vagyok. Mondjuk az biztos, hogy a kommunikáció az a foglalkozásom. Tehát ez lehet jellemző, de amúgy ez a többi, főleg ez a társaság középpontja, és elszórakoztatok egy egész csapatnyi embert, hát ez nem az én jellemvonásom. És aztán van egy pszichológus barátnőm, és ő egyszer azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen normális ikrek, akit ismer. És ezen úgy elgondolkoztam, és rájöttem, hogy nekem minimum két személyiségem van, de valószínűleg több. És
Ez azért jó, mert tudok váltani egyikből a másikba. És van egy olyan személyiségem, amelyik csinálja a hétköznapi feladatait, aki szerintem elég fegyelmezett és megbízható. És ez nagyon fontos, tehát alkotni se lehet úgy, hogy csak bele a világba. Hát ott is vannak határidők, ott is be kell tartani bizonyos szabályokat, és főleg ott is a te kezedbe kell, hogy legyen a kontroll. És van egy másik személyiségem, aki nagyon szívesen elmegy ezekbe a képzeletbeli világokba. Tehát mondjuk, ha ott állok Dresdában a gyöngyfigurák előtt, akkor el tudok azon hosszasan merengeni, hogy milyen történetet mesélnek el ezek a 18. századi figurák. És amikor írtam a könyvet, akkor elég jelentős része konkrétan a 18. század első felében, vagy az elején, az 1720-as évek játszódik Dresdában, tehát nekem oda el kellett mennem. És hogyha nem lenne egy olyan személyiségem, akinek a fantáziája elég fejlett, és elég színes, akkor ezt nem tudnám megtenni. Gondolkodtál-e most is, mint minden könyvednél, hogy ez a bizonyos fantázia, amelyik elképzeli, amelyik elmegy Dresdába, ez valójában már egy megtörtént dolog veled, tehát egy emlék. Ez mindig ezzel, ugye ez egy ilyen médiumi képesség, amikor hiszel-e te egyáltalán az előző életekbe? Szerettem volna megkérdezni már mindig tőled, mert ez a könyved is ugye több-több idősíkon történik, tehát nagyon-nagyon szép az, és nekem nagyon tetszik, hogy abszolút a jelen korból indulsz ki mindig, tehát teljesen a jelenlétünkből, a jelenből indulsz el, és olyan tisztán el tudsz minket vinni korábbi időszakokba, helyekbe, korokba, történelmi tényekkel, művészeti dolgokkal, ahol teljesen át tudjuk élni. Tehát annyira hiteles a te fantáziád, úgymond, hogy minthogyha te igenis ezeket már megérted volna. Tehát amikor elmentél Dresdába, és felfedezted, eleve jött egy késztetés, el kell mennem Dresdába, utána megjelentek ezek a gyöngyfigurák. Azért nem túl nagy dolgok ezek a gyöngyfigurák, tehát így fizikailag azért csak úgy rájuk bukkanni elég nehéz. Nagy kincsvadászoknak kell lenni ahhoz, hogy mondjuk, ha ezt te direkt meg akartad volna keresni a világban ezeket a figurákat. Tehát ez mintha neked ehhez lenne közöd. Uh-huh. Mint hogyha te ezen dolgoztál volna, vagy ezek a te is készülékeid lennének, ezek a te kis alkotásaid lennének, de ugye mondjuk annak idején ezt te megélted, és most jött el az az időszak, amikor te ezt egy történetben úgymond újra megteremted az emberek számára, és más is elolvashatja, hiszel az előző életeidben. Én abban hiszek, hogy nem a semmiből jöttünk, és az is elképzelhetetlen, vagy elfogadhatatlan számomra, hogy a semmibe eltűnünk. Tehát ilyen szempontból igen, és egyszer már el is jutottam oda, hogy gondolkoztam azon, hogy elmennék egy ilyen visszavezetésbe, tehát amikor megnéznék, hogy én vajon ki voltam korábbi életeimben. És akkor próbáltam keresni ilyen pszichológust, és aztán találtam is, de valahogy elbizonytalanodtam, hogy mégis szeretnék-e vele dolgozni, vagy sem. És egy másik ismerős szakembert megkérdeztem, hogy ő neki mi a véleménye erről a regressziós hipnózisról, és azt mondta, hogy ő úgy véli, hogy bizonyos ajtók nem direkt, vagy nem véletlenül vannak zárva előttünk. És akkor én azt mondtam magamban, hogy igen, tehát ez egy akceptálható álláspont, és ha én pusztán a fantáziám segítségével vissza tudok menni régebbi korokba, akkor miért is lenne nekem szükségem külső segítségre ahhoz, hogy visszavezessen valahova. És ráadásul tüneteim nincsenek, tehát hogyha olyan tüneteim lennének, amire azt mondaná valaki, amik engem nagyon zavarnának, akadályoznák az életvitelemet, kellemetlenül érezném tőle magamat, és amire valaki azt mondaná, hogy erre lehetséges megoldás lenne ez a regressziós terápia, akkor azt mondanám, hogy oké, vágjunk bele. De csak kíváncsiságból miért próbáljam én pajszerral kinyitni hiszen azt az ajtót? Hiszen van, igaz? Igen. Nóra, mi a különbség a között, hogy fantáziálsz arról, hogy elmegyek majd Dresdába, ott nem tudom, mit találok,
nagyjából azért van valami sejtelmed arról, hogy neked ott dolgod van, és akkor nézzük ezt, hogy ezt így fantáziálgatod, és akkor nézzük azt a pillanatot, amikor te ott voltál Dresdában, mi volt a különbség, mennyivel másabb fantáziából tenni a dolgokat, és mennyivel másabb, amikor te tényleg oda elmentél, és ott ténylegesen láttad, tehát ugye úgymond a realitás, és ez az álom, ez összeért. Mikor azt éreztem, hogy el kell mennem Dresdába, mert már x éve nem voltam, és most valamiért úgy érzem, hogy muszáj oda mennem, akkor nem tudtam, hogy mit keresek. És akkor az ember jön, megy, tudja, hogy mi mindent szokás megnézni. Én az alapján szoktam válogatni megint, hogy mit érzek, hogy hova kell elmennem. Tehát ennyi erővel akkor elmentem volna a higiéniai múzeumba, és egyébként elmentem, nem csak a Grünesgewölbébe. És aztán akkor, ahogy oda bementem, hát ott is ott elképzelhetetlen mennyiségű kincs van összegyűjtve. Tehát szerintem az egyszerűen felbecsülhetetlen, alapvetően az Erős Ágost Szász Választó Fejedelemnek a kincsgyűjteménye ez, akinek az idején játszódik a regénynek a történelmi része, de hát az elődei is gyűjtögettek már, meg aztán az utódai is, tehát nem, azt szerintem össze se lehetne számolni, hogy mennyit érnek azok a mindenféle drága kövek, alkotások, szobrok, véset, kristály, poharak, arany, kelyhek, hát ezt nem is tudom elmondani, el kell oda menni megnézni. Tehát borzasztó nagy a gyűjtemény, és én mégis ezeknél a kisgyöngy figuráknál álltam meg, és náluk maradtam ott hosszasan, és nézegettem őket. Ez egy nagyon szép lányregény. Ennek is nagyon sok, nagyon pontos művészi részletei vannak. Látom, hogy nagyon szereted a művészetet, a kultúrát, igen. És teljes átéléssel szerepelnek benne ezek a részek, amik egyébként ilyen nagyon finommá, lágyá teszik, olvashatóvá teszik, az érzelmeket nagyon szépen bele tudod vinni az írásodba. Mörk Leonórának is egy ilyen lányregény az élete? Ugyan kinek lányregény az élete? Hát ez nem. De az életed az az, amit te csinálsz belőle. És ez a kettősség, amit én magamról érzek, vagy amit mondtam, hát ez alapvetően megkönnyíti az ember életét. Mert tudja élni a normális hétköznapi életét, tehát tud, hogy úgy mondjam, átlagpolgárként funkcionálni. Ugyanakkor, ha szükségét érzi, vagy ha kedve tartja, akkor el tud menni egy másik világba. Miben segít téged a művészet az életben, a zene? Én nagyon korán rájöttem arra, hogy a művészet, a zene, irodalom, akármi, az menedék. Tehát olyan helyzetekben, amikor nagyon rosszul érzed magad, de nem tudsz belőle kilépni, akkor ez megment. Elmész a saját fejedbe, elmész abba a műalkotásba, és akkor nem érnek hozzád. Se az emberek nem érnek utol, se a körülmények. Ez mikor én erre először rájöttem, 18 éves voltam, első éves egyetemista, és elvittek minket almát szedni. Akkor még volt ilyen, hogy őszi betakarítási munka. És elvittek minket Debrecenből Nyírmadára az almás kertbe, és valami elmondhatatlan, méltatlan körülmények között tároltak ott minket, lányokat, tehát nem tudom, ilyen 20-30-40 ágyas, nem is szobák, valami hodályok. Éjszaka nem mertem kimenni pisilni, mert kiderült, hogy amit én madárcsicsergésnek véltem éjszaka, azok az egerek, amik ottan frankon szaladgáltak, meg hangokat adtak. Tudom én, 100 lányra jutott 2 WC, meg 1 zuhanyozó. Na most én az ilyen szituációkból meg szoktam szökni, de ott nem tudtam megszökni. De tényleg emlékszem, hogy álltam a WC előtt, ott a hosszú sorba, és azt éreztem, hogy én ezt nem bírom ki, tehát ezt én nem bírom tovább. És akkor egyszer csak valaki rádiót hallgatott, és megszólalt Gluck zenéje, az Ifigénia Aulisbannak a nyitánya. És akkor én emlékszem, hogy kiálltam a sorból, és úgy éreztem, mintha az Orpheus lantja szólalna meg, aki mindenkit képes volt, minden élőlényt megbabonázni, és követték az ő zenéjét. És akkor így kiálltam a sorból, és elindultam a zene irányába. Valamelyik irodából szólt, és ott megálltam az zárt ajtó előtt, ott kihaladszott, végighallgattam,
És akkor azt mondtam, hogy igen, jó, akkor ki fogom bírni. És ki is bírtam, és azóta számtalanszor előfordult, hogy kilátástalannak, vagy nagyon nehéznek érzett szituációban jön egy ilyen művészeti impulzus, és akkor az segít kilépni abból, és megment. Olyan érdekes, hogy a könyvben a főhős találkozik ezekkel a gyöngyfigurákkal, és el is feledkezik róla, foglalkozik vele, tudja, hogy ezek valamit jelentenek az ő életében, ezek fontos dolgok, és gyakorlatilag ez a kérdés úgy tudattalanul állandóan ott van benne. Igen. De ugye mindig nyitott arra, hogyha a világban, mint amikor te elmentél a múzeumban, tudtad, hogy ott neked valami oda van téve, és addig egy teljesen nyitott érzékeléssel, egy finom érzékeléssel, egy nyitott figyelemmel jártad a világot, amíg meg nem találtad úgymond azt, amit kerestél. Nem is tudtad, mit keresel, de tudtad, hogy ez az. És a főhős a regényben ugyanezt csinálja, hogy igazából van egy ilyen dolog az életében, ami melengeti a szívét, ami neki fontos, ami érzi, hogy közel áll, amit ő szeret. És hogy megengedi magának azt, hogy ez szereti azt a valamit, és egy kérdés van mindig a fejében, hogy miért szeretem én vajon ezeket a kis figurákat, és a könyvben is mi történik, megjön rá a válasz. Igen. És gyakorlatilag veled is mindig ez történik, hogy így hagyod, hogy úgymond szabadon áramoljanak azok a dolgok, amiket te igazán szeretsz az életedben, tehát ez látszik, hogy ezt te megengeded magadnak, hogy úgy éljél, hogy olyan foglalkozásod legyen, hogy megírd ezeket a könyveket, hogy fel tudjon benned merülni, fel tudjanak bukkanni azok a dolgok, amiket te szeretsz, és jön hozzá mindenre, úgymond a válasz. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy te, mint írónő, mivel ennyire nyitott az érzékelésed, és ennyire szerteágazó a figyelmed, a műveltséged és a tudásod, ezért nagyon-nagyon apró részletességgel tudsz minket is megajándékozni egy történettel. Teljesen át tudjuk élni. És ez nagyon-nagyon jó arra, hogy aki olvassa ezt a könyvet, amikor azonosulni tudsz igazából ezzel a helyzettel, ezzel a szereppel, akkor így benned is meg tudnak nyílni képességek, újra felbukkannak érzelmek. Amikor szeretsz egy könyvet, amikor olvasod, az azért van, mert az a könyv, az mutatja neked, hogy te mit szeretsz az életedben, és ezt hagyni kell, erre figyelni kell, hogy én azt, amit én szeretek könyvet, amit abban le van írva, az ugyanúgy engem is teljesen áthangol. Tehát én ezt átéltem ebben a könyvben. És amit te megengedsz magadnak az életedben, hogy ennyire nyitott legyél, és megengeded azt, hogy más dimenziókba menjél, más korokba menjél, és teljesen bele tudsz helyezkedni, nem csak az fontos, hogy aki írja a könyvet, az megtegye ezt, hanem aki olvassa. Tehát igen, érdemes a te könyveidet úgy olvasni, hogy ezzel a teljes nyitottsággal, ezzel a teljes átadással hagyni, hogy te röpítsd az embereket, mert nagyon szépen tudod vezetni a különböző dimenziókban az embereket. És igen, a legnagyobb tanítás lehet a te személyed, meg a műveid, hogy igenis, engedjük meg magunknak minden oldalunkat működni, de úgy, hogy ez a kontroll, ez megmaradjon. Igen. Mi a következő? Van-e esetleg már benned? Megkaptad-e már, megérkezett-e már, megvannak-e már a jelei a további történeteidnek? Igen, több is van. Amit legközelebb fogok írni, az nem regény, hanem egy ilyen szubjektív útinapló. Én mindig csodálkoztam azon, hogy mindenki, aki olyasmit akar csinálni, amit népszerű módon spirituális turizmusnak neveznek, az automatikusan elindul egy hátizsákkal Spanyolországba, majd ő végigjárja az El Caminót. Na most szerintem ennél azért tágabbak a lehetőségek, és én emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt egyszer egy német ilyen természetgyógyászat meg ezoterikus témákkal foglalkozó labban láttam egy fotót egy német pasiról, aki ilyen echte középkori szerelésben, ilyen széles karimájú kalap, térd alá érő bőr, lógos ruha, vándorbot járja végig Németországnak a különböző zarándok útvonalait. És én akkor onnan tudtam
meg, hogy léteznek ilyenek Németországban is. Ezek is ilyen középkori utakon, vagy utak mentén haladnak, Via Sacra, Via Regia, most nagyon sokféle van, és van egy olyan eléggé szerteágazó út, amit Luther útnak hívnak, és ami a Luther életének a fontos állomásait köti össze. Na most ő eltekintve egy római tartózkodásától, ahova egyébként szintén gyalog ment el, amit én nem is tudom, hogy csinált meg, de elment, meg haza is jött, attól eltekintve egy viszonylag szűk területen mozgott, de ott aztán megállás nélkül. Ez az, amit most úgy hívnak, hogy Közép-Németország, ez nagyjából három tartomány, tehát Szászország, Szász-Anhalt és Türingia. Illetve egy kicsit még Bajorország, de hát igazán az életét ezen a három, vagy ebben a három tartományban élte. És itt szintén én úgy éreztem, hogy én nagyon szívesen végigjárnám nem az egész utat, mert ez borzasztó hosszú, de az is jó ebben, hogy te kiválaszthatod, hogy te melyik útvonalon akarsz menni, és milyen tematika mentén. És azt is kiválaszthatod, hogy milyen módon. Tehát ha akarod, akkor gyalogolhatsz, ha akarod, akkor biciklizhetsz, mert bicikli útvonal is van. Én miután nekem dolgozom, tehát nincs olyan borzasztó sok időm, én az autós megoldást választottam. Úgyhogy én ilyen motorizált zarándokként mozogtam, ami lehetővé tette, hogy viszonylag rövid idő alatt elég nagy területet bejárjak. És azt is megválaszthatod, hogy hol akarsz lakni. Tehát én a zarándok szállások, ez már a nyírmadai emlékem óta, ugye, ezek annyira nekem nem jönnek be. És én olyan panziókat választottam, amiknek valamiféle történelmi vonatkozásuk van. Tehát nem tudom, 150 éves vízimalom, 200 éves gyárépület, stb. Ezeket nagyon, nagyon csinosan átalakították, de a hangulat az megvan. És Erfurtban, ugyanabban a kolostorban laktam, ahol Luther is lakott, amikor szerzetesnek állt. Ott hagyta az egyetemet ugye az édesapja nagy bánatára, és úgy döntött, hogy ő szerzetes akar lenni. És akkor ebbe az Ágoston rendi kolostorba állt be először noviciusnak, és hát aztán töltött ott elég sok évet már, mint felszentelt szerzetes. És annak egy része, a hátsó vendégház rész, az, ahol a mai napig lehet tudni, hogy mikor Luther bekopogtatott, hogy jó napot kívánok, én szerzetes szeretnék lenni, ezt melyik kapun tette meg, és azt is lehet tudni, hogy melyik szobában helyezték őt el, tehát ez a vendégház rész, ez a mai napig ott van, csak, és mai napig megvan ez a hangulata, csak közben a 21. századi igényeknek megfelelően felújították. És azt, hogy én ott ültem, hát nem abban a szobában, de abban a szárnyban, ahol Luther is ült, és a szobám a kolostornak a belső virágos és gyógynövényes kertjére nézett. Tehát ez olyan volt, hogy ott ültem, és azt mondom, én ezt nem hiszem el. És erről szólna a következő kérdés. Hatással vannak rád ezek az események. Azt szeretném megkérdezni, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, amikor hogy érzed magad, miközben írsz? Tehát, hogy mi az az érzés? Kijön belőled valami, akkor teremtődik benned valami, akkor jön létre valami, megkönnyebbülés az, amikor írsz. Tudsz-e arról, tehát mennyire vagy tudatos arról, amikor így jön át belőled a történet? És hogy a végén, amikor készen van a könyv, akkor mit érzel? Tehát, hogy egy picit ezt, ugye van az elejét, azt tudjuk, hogy jön valami késztetés, egy ilyen mindenképpen egy megmozdulásra indító dolog történik, ami minden szinten megmozgat a fantáziádat, megmozgatja fizikailag, megmozgat téged. Egy kicsit arról mesélj, hogy leülsz, nyugalom van, egy kis takaró, vagy tea, vagy be van készítve egy kis zene. Nem tudom, hogy néz ki ez az egész folyamat, és főleg az érzelmi része, hogy zajlik le benned. Hát mire leülök írni, addigra azért a fejemben már benne van, hogy mit szeretnék írni. Nem 100%-osan, tehát gyakran van, hogy a szereplőket például beleeresztem egy szituációba, és akkor megnézem, hogy mit csinálnak. De alapvetően én nekem kell belelépnem a szereplőknek a személyiségébe, és belemenni abba a helyzetbe, amiben ők vannak, hogy tudjam, hogy mit csinálnak. És ezt látod már magad előtt, vagy ez olyan, mint egy képzelet? Tehát, hogy ez képzelődés szerinted, vagy már konkrétan meg tud jelenni az a jelenet? Hát megjelenik, mert ha nem látom, akkor tehát
Például, ha nem látom a körülményeket, akkor nem tudom, hogy most akkor lefekszik a szőnyegre, hol tartja Nikolaus a térképeit, hol van a hálószobája, hogy vezet föl oda a lépcső, hogy van berendezve a szoba, honnan lóg ez a felfújt gömbhal. Tehát ha ezeket nem látom teljesen világosan magam előtt, akkor nem tudom mozgatni őket. Akkor előbb megjelenik úgymond egy kép. Hát ezek úgy egyszerre történik. Egyszerre, szerintem. Tehát, és akkor már írod is. Igen, tehát meg kell próbálni ezt teljesen világosan részleteiben elképzelni. Vagy hogy milyen a lánynak a ruhája, vagy merre megy, amikor kilovagol, milyen az a tisztás, ahol ők először találkoznak, milyen virágok nyílnak a patakparton. Azt nekem előbb meg kellett néznem, hogy abban az időszakban a világnak azon a részén milyen virágok nyílnak a patakparton. És akkor én ezt megnéztem. Milyen fák vannak az erdőben. Tehát ezek tűnhetnek piszlicsári dolgoknak, de nélkül nem lesz hiteles. És nekem ezt látnom kell ahhoz, hogy ők ottan életre keljenek és mozogjanak. És akkor megírod a könyvet, tehát gondolom kiírsz magadból mindent, ami úgy eszedbe jut a történettel. Lehet-e tanulni azt, hogy egy könyvet írok, tehát hogy ennyi idősíkon mozgó történetet, minden szálat elvarjak és összefűzzem, és utána van egy eleje, van egy teljesen máshol folytatódó dolog, és utána visszatérek valahogy, hogy az eredeti kiinduló történetet befejezem. Lehet-e ezt tanulni? Vagy ez egy különleges képesség lehet, nem? Szerintem normális ember valamilyen szinten mindent meg tud tanulni, de nyilvánvalóan, hogy azon a területen lesz igazán sikeres, amihez van érzéke. És hát az a főnökeim számára is viszonylag kiderült újságíró pályafutásom során, hogy tudok szerkesztői aggyal gondolkodni. Tehát átlátok egy kisebb mennyiségű szöveget is, átlátok egy nagyobb mennyiségű szöveget is. Tehát én nem szoktam elveszíteni a fonalat, tehát nálam nem történik az meg, mint ami egy klasszikus példám nálam levő kéziratban történt ez meg, hogy a lány mondjuk a 13. oldalon bement a szobába piros ruhába, és akkor a 32. oldalon, amikor kijött, akkor farmer volt rajta. Tehát ha nem látod magad előtt, hogy hol van és mit csinál, akkor ebbe belecsúszol, de ha látod, akkor nem csúszol bele. És Én részletekben szoktam dolgozni, tehát nem úgy kezdem el, hogy elkezdem az elején. Majd emiatt ez nehezebb is lesz ez az úti könyv, mert azért ott van egy ív, tehát ott ezt érdemes az elején kezdeni, mindegy, tehát meg fogom oldani. De egy regény az más, tehát ott a jeleneteket tudom megírni, és mindig azt a jelenetet szoktam megírni, amihez éppen a legnagyobb kedvem van. Mert egyáltalán dolgozni is úgy érdemes, hogy tehát én képes vagyok, nem tudom, este 9-kor leülni a laptophoz, és visszakapcsolni a már kikapcsolt számítógépet, ha úgy érzem, hogy most én ezt meg akarom írni, mert sokkal gyorsabban megvan, sokkal kevesebbet görcsölsz, és sokkal jobban élvezed. Tehát én úgy szoktam dolgozni, hogy mindig azt a jelenetet írom meg, amihez a legnagyobb kedvem van. De mivel tudok egészben is gondolkodni, akkor én azt is tudom, hogy az a jelenet majd hova fog bejönni. Egyszer tudom, hogy azt mondtam, hogy úgy készülnek a könyveim, mint hogyha egy nagy puzzle lenne. És akkor illeszgetem egymás mellé a kis darabkákat. De aztán rájöttem, hogy azért nem jó hasonlat, mert a puzzle-nek egy-egy része önmagában az értelmetlen. De egy mozaiknak nem. Tehát a mozaiknak szerintem minden köve önmagában is megállja a helyét. És ezért inkább úgy érzem, hogy mintha egy nagy mozaik képet raknék ki, amelyiknek mindegyik részlete önmagában is teljes egész, de ugyanakkor része a nagy egésznek. Igen. És ha így dolgozol, akkor ez igen, azt mondják, hogy ez a törvényszerűség az egész világnak, hogy ugye a legkisebb egységben is benne van az egész, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt valahogy így tudjuk értelmezni, átérezni, átélni, megélni. Az is törvényszerűség, hogy az igazi kreativitás az emberben attól tud
megszületni és felébredni, amikor ebben a flow-ban van, ebben az isteni állapotban van, ebben az Isten tudat megélésben van, úgyhogy ezek szerint nagyon sokszor vagy ebben az állapotban. És amikor így beszélgetünk, akkor mindig előttem van itt ebben az életben a neved, a feladataid, a könyveid, és azt érzem, hogy igazából amíg az összes könyv ki nem jön majd belőled, így ebben az életedben, addig persze minden könyv által egyre jobban és jobban megtudhatjuk, hogy ki az a Mörk Leonóra, de igazából amikor majd úgy minden összeáll, amikor minden egyes könyved egy önálló mozaik, és akkor amikor mindegyik meg lesz, akkor talán megismerkedhetünk egészen. Nóra, én nagyon sok sikert kívánok neked, jó egészséget, jó ihletet, köszönöm, jeleket, üzeneteket, kitartást a forrás munkákhoz, precizitásodhoz, jó egészséget, jó kedvet kívánok. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves nézőknek meg nagy szeretettel ajánlom Mörk Leonóra Lányigaz Gyöngyökkel című könyvét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy eljöttem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t vagy Viva Natura televíziót láttak. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.